Köszöntöm Önöket! A szerb kormány elfogadta a 2016-os évre vonatkozó költségvetési javaslatát. A reformok folytatódnak, a cél pedig az, hogy tovább csökkenjen a különbség a bevételek és kiadások között. A tervek szerint a jövő év végéig 35 ezer embert bocsátanak el az állami szektorból, ebből 14 ezret várhatóan már januárban. A dokumentum napokon belül a parlament elé kerülhet. Az elfogadott költségvetési javaslatot a Nemzetközi Valuta Alapnak is el kell küldeni, ez ugyanis nélkülözhetetlen a szerb Szerbiával kötött készenléti hitelszerződés harmadik felülvizsgálásához. A kormány a költségvetés kidolgozása során az ideinél 1%-kal nagyobb gazdasági növekedéssel számolt. A bevételi oldalon mintegy 1710 milliárd dinárt terveznek, a kiadások oldalán pedig 1873 milliárdot. A különbséget jelentő 163,5 milliárd dináros hiány a GDP 4%-a. Sajtótájékoztatót tartott a VMS Topolyai Községi Szervezete és az önkormányzat az állami számvevőszék jelentése kapcsán, amely a 2014-es és néhány korábbi évre vonatkozó projektummal volt kapcsolatos. Az állami számvevőszék 2015 áprilisától novemberéig volt jelen az önkormányzatban, és vizsgálta a 2014-es eseményeket. Fremond Árpád, a VMS Topolyai Községi Szervezete elnöke kiemelte. Ami számunkra a Vajdasági Magyar Szövetség jelenlegi vezetése számára fontos itt Topolya községben, hogy több hibát már a 2015-ös év folyamán sikerült kijavítanunk Kislinder Gábor polgármester úr vezetésével, és a 2015-ös év működését illetően a számvevő szék illetékesei meg voltak elégedve, hisz számos szabályzatot, dokumentumot fogadott el az önkormányzat, ami elengedhetetlen a jövőben a pontos működéshez. Természetesen itt már bizonyos ajánlásokat ugyan tartalmaz még a jelentés is, de ezek jó néhányára már, kijavítására már sor is került a 2015-ös évben. Az első intézkedés, amit az úgynevezett új felállású önkormányzat foganatosított, az ugye 2014 végén történt meg a következő évi költségvetésnek a meghozatalával, ott már a fizetésekre teljes egészében ugye a stimulációk levételre kerültek, és a fizetések is csökkentésre kerültek. Ez az első olyan intézkedés volt az önkormányzatnak, amit meghozott, és szabályos volt egész 2015-ös évben a fizetéseknek a kifizetése. Amit a jövőt illeti, ugye a mezőgazdasági fejlesztési alapból itt ugye 6 millió dinárt visszaemtétendő támogatásokat utaltunk a mezőgazdasági termelőinek, ez ilyen formában nem lesz lehetséges az elkövetkező időszakban. Ez nagyon fontos a mezőgazdasági termelőink számára. Más módon próbáljuk majd egyéni pályáztatás útján próbáljuk majd a jövőben a mezőgazdasági termelőket segíteni, és magának az alapnak a léte az nagy valószínűséggel ugye veszélybe került, és nagy valószínűséggel megszűnésre ítéltetett. A civileknek leosztott pénzek már a 2015-ös évben új szabályok szerint történtek meg szigorúbb ellenőrzéssel, átláthatóbb volt a leosztás, és ugye ezt már 2015-ös évben az önkormányzat így végezte, és a jövőben az önkormányzat központilag kell, hogy a közbeszerzéseket is hogy megcsinálja. Tehát ez már így volt a 2015-ös évben, tehát a Kislinder Gábor által vezetett önkormányzat ezt is kijavította már a 2015-ös év folyamán. Kislinder Gábor községi elnök tudatta, hogy a revízió folyamatában voltak dokumentáció bemutatások, szúrópróbák, szóbeli és írásbeli válaszok, végül minden revizor jelenlétében került sor a tervezett bemutatására, amikor is minden tételt megtárgyaltak. Az észrevételek, amik arra vonatkoztak a civil pénzek leosztásánál, nem arról van szó, hogy valaki leosztotta pénzeket, amik törvénytelenek voltak. Arról volt szó, hogy a végzéseket, amiket a polgármester meghozott, azokat kifizették, a hiányosság csak annyi, hogy nem voltak meg a szabályzatok, ami alapján a végzést meg kell hozni. Ez vonatkozik minden területre. Ezt a végzéseket, ha megnézik a jelentésben, van 8 olyan észrevétel, ahol jelenti, hogy ezek vannak még, mint hiányosságok, megmaradtak, és van utána egy 31 néhány dolog, amit fősorol, hogy a revízió alkalmával mi ezt mind megtettük, tehát javításként megvan, ennek alapján járunk el. El kell mondani, hogy a pénzek, vagyis a fizetések úgy decemberben már megszűntek, természetesen az, ami nem volt összeegyeztethető,
a VMS politikájával, az ezen túl sem az. Úgyhogy ettől kezdve mi azt revíziójelentés ide-oda, mi ezt akkor már megtettük, stimulációk nincsenek, munkaidő, határidők megvannak, megpróbáljuk összerakni most a szisztematizációs úgy, hogy a feladatok, akikre rá vannak bízva, azt időben, minőségben és a szabályzatokkal összhangban tegyük meg. A sajtótájékoztatón elhangzottakat bővebben Önkormányzó című műsorunkban láthatják. A mezőgazdasági termelők folytatják a tiltakozást a Nagyfény melletti útszakaszon, továbbra is félpályás útlezárással tiltakoznak. Snezsana Bogoszávjevics Boskovics miniszterasszony már tárgyalt néhány gazdaszervezet képviselőjével. A zentai termelők minden nap 10 órakor kivonulnak és estig tiltakoznak, az Ilona falviak pedig néhányan éjszaka is kint maradnak. Nagy Miklóst a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének az elnökét telefonon értük el. Elmondta, hogy tartanak a követeléseik mellett, hogy a földtörvényt vonják vissza a parlamenti eljárásból, valamint, hogy mondjon le a miniszterasszony is. Több termelői csoportosulással történt egyeztetés, ezek között természetesen található olyan is, akinek megfelel, vagy aki elfogadja ennek a törvénynek a mostani módosításait, hiszen valami úton, módon saját magát, személyes érdekeit megtalálta a törvény módosításba. Itt nem kell nagy különbséget tenni, és nem kell azt mondani, hogy minden tejtermelőnek ez a törvény bizonyára megfelel, mindaz mellett, hogy a Vajdasági Tejtermelők Egyesülete az kiáll a törvény mellett. Az elnökasszonyuk kijelentése értelmében ők, mint nagy befektetők szeretnének itt majd megjelenni. Valahol ők is abban látják a lehetőséget, hogy majd, mint nagy befektetők, közösen és szövetkezeten keresztül a tenyészállatoknak tenyésztésére, vagy tenyészállatoknak az előállítására fognak egy farmot létesíteni. Természetesen nem akarom egyáltalán kritizálni, hogy akarjuk őket kritizálni, mindenkinek megvan a joga a saját véleményre, őnek az a véleménye, de mi még mindig kitartunk az mellett, hogy ha ezek a nagybefektetők elviszik a 30%-át a termőföldeknek, akkor az itteni gazdáknak a részére nem fog maradni már, amit vérbe tudnának venni, tehát amit tudnak dolgozni, és ez a törvény egyáltalán nem a családi gazdaságokat támogatja és azoknak a továbbfejlődését biztosítsa, hanem pontosan a nagy befektetőket, azokat, akik több ezer hektáros földet rendelkeznek, és még fognak rendelkezni is. Másik, ami ide tartozik, hogy szeretném megkérdezni, hogy 30 év múlva majd hogyan fogunk mi ezekhez a földekhez viszonyulni, hiszen 30 év az majdnem egy munkaidő, egy ember életének a munkaideje, és azt jelenti, hogy akik most fiatalok szeretnének földdel foglalkozni, ezekre földekre ők a munkaéveik alatt biztosan nem fognak ezekhez hozzájutni, tehát mezőgazdaságban nem is kell akkor még így gondolkodni. Ami még nagyon kirívó, hogy biztosan, hogy nem a passzív földeket kérnék ezek a nagy befektetők, hanem pontosan azokat az első osztályú termőföldeket, amit arra termelők is igényt tartanának. Tehát akkor végezetül leszögezhetjük, ugye, hogy a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének továbbra is megmaradt az az álláspontja, hogy ezt a földtörvényt vonják vissza az eljárásból, és hogy továbbra is amellett állnak, hogy mondjon le a miniszterasszony? Természetesen, hiszen itt akkora a melléfogások történtek, hogy mi elveszítettük a bizalmunkat a miniszterasszonyba, hiszen amikor az egyeztetések a nyár folyamán történtek a törvény módosítására, ott még olyan módosítások bekerültek, ami benne volt a közvitában is még a törvénytervezetbe, és a közvita után vettek ki a törvénytervezetből, annélkül, hogy a gazda szervezeteket erről egyáltalán értesítették volna, vagy kikérték volna a véleményüket, hogy annélkül a törvényre ők mit gondolnak. Tehát a törvénynek az a változata, ami most, tehát a kormány által a parlament elé kerül, egyáltalán nem az, amit mi letárgyaltunk a minisztériumban nyár folyamán, nem az, ami a közvitán volt. A közvitából után kivették bele azokat a részeket, amelyeket a gazdaszervezetek kértek.
Hektáronként 12 ezer dinár, ebből készpénzben 6 ezer. Ennyi pénz járt volna idén a bejegyzett mezőgazdasági termelőknek. A Szerbiában bejegyzett közel 300 ezer gazdaság közül csaknem 3/4 még nem kapta meg a neki járó pénzt. A probléma elsősorban az, hogy az amúgy is szűkös agrárköltségvetést adminisztrációs hiba miatt megtizedelték, azaz 12 milliárd dinárt nem számoltak bele a büdzsébe. Ezt a pénzt most nagyon hiányolják a gazdálkodók, hiszen év elején beleszámították a gazdaság jövedelmébe. A köztársasági parlament mezőgazdasági bizottságának utolsó ülésén a kormány szóvivője Dragan Glamoc így bejelentette, hogy közadósságként fogja az állam kezelni azt az összeget, amivel tartozik a mezőgazdasági termelőknek. Még nincs pontos adat arról, hogy hány termelőnek tartozik az állam, mert nem dolgozott fel minden beérkezett kérvényt. Vasárnap 9 órától a Vásártéri otthonban Kovács József az IPÁRT 2 programokról tart majd előadást a mezőgazdasági termelők részére. A vidékfejlesztési nemzetstratégiáról és az új pálinka törvényről is hallhatnak majd az érdeklődők a Gazdakör vasárnapi ülésén, ahova mindenkit várnak. Kishegyes község mindhárom településén megszavazták a helyi járulék bevezetését. Mindhárom helyi közösség területén nettó jövedelmük 2,5%-át fizetik havonta helyi járulék címén a foglalkoztatottak és vállalkozók. A földművesek, illetve minden földtulajdonos hektáronként 45 kg búzaárát, a nyugdíjasok pedig, ha abba külön beleegyeznek, ellátmányuk 1%-át fizetik 10 éven át helyi járulék címén. Kishegyes településen a 4407 bejegyzett szavazópolgár közül 2669-en adták le voksukat, az urnákban talált szavazólapokból mindössze 4 volt az érvénytelen. A szavazati joggal rendelkezők közül 2327-en az igent karikázták be, ez arányában 52,8%-ot jelent. A hivatalos végeredmény szerint 348-an nemmel szavaztak, ami 7,89%-ot tesz ki. A referendum sikeres 50% plusz egy szavazat kellett. Ez tehát azt jelenti, hogy a kishegyesiek megszavazták a helyi járulék bevezetését az elkövetkező 10 éves időszakra vonatkozóan. Évi szinten mintegy 12 millió dináros bevétellel kalkulálnak, azaz 120 milliós bevétellel 10 év alatt. Bács-Feketehegyen összesen 3425 szavazópolgárt tartanak nyilván. Ebből 2210-en éltek jogukkal és mentek el szavazni. A hivatalos végeredmény szerint 1815-en szavaztak igennel, és 382-en nemmel. A szavazópolgárok 52,9%-a voksolt tehát a járulék bevezetése mellett, így ebben a faluban is lesz majd helyi járulék az elkövetkező évtizedben. A vízvezeték hálózat karbantartására, közterületek és közvilágítás fenntartására és egyéb közhasznú tevékenységek megvalósítására tervezik ott is elkölteni a pénzt, akár csak Kishegyesen és Szeghegyen. Szeghegyen 2756 szavazópolgár neve szerepelt a listán, közülük 1710-en járultak az urnák elé. A járulék bevezetésére szavazott 1497 szeghegyi lakos, ellene pedig 198-an. Mivel a többség, azaz 54,31% a járulék bevezetésére szavazott, itt is fizetik majd az adónak ezt a lokális változatát a polgárok a jövedelmük alapján. Szeghegyen és Bács-Feketehegyen évi 9 milliós bevétellel kalkulálnak, ami a 10 éves időszak alatt 90 milliót jelent településenként. A Vajdasági Magyar Művészeti Díjat Lajkó Félixnek ítélték oda, aki a bírálóbizottság szerint olyan tiszta zenét játszik, melyet önmagán keresztül szűr át. Legyen az népzenéből, bluesból vagy jazzből merítkező zene, ha tőle halljuk, azt mondjuk rá, hogy ez a Félixé, és általa a miénk is. A Híd irodalmi díjat Utasi Csilla kapta. Argumentum fabula historia Heltai Gáspár műveiben című tanulmánykötetéért. Az indoklás szerint a szerző szövegértelmezői szenzibilitás mellett az életmű és az azt követő tágabb irodalmi kontextus interpretációja során széleskörű kortárs irodalomtudományi jártasságáról tesz tanúbizonyságot. A Fórum Képzőművészeti Díj Szalma Viktória grafikusé lett. A tavaly megrendezett Úton című önálló tárlatával, színvonalas alkalmazott grafikusi munkásságával, valamint kiállítás szervezői tevékenységével érdemelte ki. A díjakat december folyamán adják át Újvidéken.
A topolyai asztaliteni szerzők folytatják jó szereplésüket a ligában. Cini Gábor vezetőedző számolt be a legfrissebb eredményekről. Mind a három női csapatunk lejátszott a 7. fordulót a saját ligájában. Mind három női csapatunk győzött, tehát továbbra is mindegyik jó állnak a táblázaton. Az első csapatunk az első női szövetségi ligában megnyerte immár sorozatban 7. mérkőzését is. Rangadót játszottunk Belgrádban a Trenzbezda ellen. 4-2-re sikerült győznünk, úgyhogy Barna Blanka a két győzelmet, valamint ugyanúgy Halászil a két győzelmet aratott, így 4-2 arányban győztünk. Ez a belgrádiaknak immár a második vereségük, tehát egy kicsit lejjebb csúsztak. Mi vagyunk az elsők a táblázaton vereség nélkül, utána következik Nis és Bácsföldvár 1-1 vereséggel, majd következik Trenzbezda is az újvidéki Novi Sad 2-2 vereséggel. Még ez a ránk következő 4 csapat közül 2-vel még hátra maradt a mérkőzéseink, a 8. és a 9. fordulóban. Most pénteken 6 órától itthon játszunk a klubhelységben az újvidékiek ellen, nagyon szeretnénk persze győzni, és az utolsó fordulóban még utazunk Bácsvárra, tehát úgy mondjam, hogy még 2 rangadó derbit játszunk, szeretnénk mind a 2 meccset megnyerni, hogy tehát, hogy megugorjunk a táblázaton, majdnem, hogy már az őszi szezonban félig meddig bebiztosítsuk az első 2 hely egyikét, tehát, hogy tavasszal sokkal-sokkal még nyugodtabban játszhatunk. A másik női csapatunk a másik női szövetségi ligában szintén játszott a 7. fordulót, eddig 1 vereségünk volt, még az első fordulóban, azóta a sorozatban 6. mérkőzést nyertünk meg. Kovacsicán, vagyis Antalfalván játszottunk a Szlávia ellen, egy idősebb tapasztalt csapat ellen végül sikerült nagy harcban 4-3-at győznünk, így ezzel bebiztosítottuk a második helyünket a táblázaton. Most úgy szintén pénteken 6 órától, amikor játszik az első csapatunk, a másik csapat is akkor fog játszani a teremben. Szintén az újvidékiek jönnek, az újvidékiek másik csapat ellen. Őnekik még nincs vereségük, olyan játékosok játszanak az újvidékieknek, a másik csapatban, mint Dávid Ájzita, Kruszmánovics, valamikor egy beskereki játékos, akik sok Európa-bajnokságot megnyertek a korosztályos versenyeken, érmeket szereztek, éveken keresztül szuperligát játszottak, tényleg ilyen nagyon erős csapat jön Topolyára, de akkor is még a veszít is a női csapatunk, a Dudás Kata, Bakos Lilla, Kovács Katon Lilla összetételő együttesünk, akkor is már bebiztosították a másik helyüket a táblázaton az őszi szezonban, tehát ez nagy haditett ennek a fiatal csapatnak, és ha így folytatják tavaszra is, akkor rájátszás, tehát játszhatunk a főjutásra az első szövetség ligában. Persze akkor az első csapatunk onnan bemegy a szuperligába. A harmadik csapatunk is nyert, a legfiatalabbak, a 9-10 éves lányok Járekon, vagyis Tisza Istvánfalván játszottak, és 4-2 arányban megverték hazai együttest. Ez az együttes a 7 meccsből, ez a csapat 5 meccset nyert, 2-t veszített, és harmadik helyen áll a táblázaton, tehát ez is nagyon szép eredmény. Sajnos a férfiak nem kísérték ezeket a győzelmeket, hiszen itthon a férfi csapat, az első férfi csapat a másik szövetségi ligában itthon játszott rangadót a Temerinek ellen, és 4-1 arányban vesztett, de még nincs vége a harcnak az első hely szempontjából, hiszen Topolyánk ez az első veresége, már Temerinnek is, és a Debreceniaknak, a Torontálvásárhelyeknek is 1-1 vereségük már van, tehát 3 csapat osztja az első helyet jelen pillanatban. Topolyak most ezen a hétvégén épp Torontálvásárhelyre utaznak, tehát még egy nagy rangadót játszanak, ami nagyba kihat, hogy az őszi szezonban hanyadik helyen fog végezni az első férfi csapat. Vajdaságban pénteken borult párás, helyenként tartós ködös idő várható, csak kisebb körzetekben szakadozhat fel a felhőzet, süthet ki a nap. Csapadék nem lesz, gyenge marad a délkeleti légmozgás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 4 és 6 fok között lesz, a legmagasabb nappali 6 és 9 fok között valószínű. Vajdaságban szombaton borult párás, néhol tartósan ködös idő várható, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet, süthet ki a nap. Elszórtan valószínű szitálás. A változó irány szél gyenge lesz. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet +2 és 5 fok között lesz, a legmagasabb nappali 6 és 7 fok körül alakul.